אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד Rabos1219, írásaiból olvasunk a második kötetből. Mi az ember, mi a bestia a munkában? Ez a cikknek a címe, kérdéseket föltenne a Kabbala TV-n keresztül. A kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva élőben. És nincs angol fordítása írásban. Tehát mi az ember, és mi a bestia a munkában? A Zohár azt mondja, a következőt mondja, hogy az ember megörökli a Földet, amikor a Teremtő megteremtette a világot, minden erőt elhelyezett a Földön, aminek szükséges a Föld működéséhez, az az, hogy a világ gyümölcsöt hajthasson egészen addig, amíg az ember meg nem lett teremtve. Amikor egyszer az ember megteremtődött, minden, ami a világban volt, az gyümölcsbe fordult. Azaz látszólag a mennyek, azok nem adtak erőt a Földnek egész addig, amíg az ember meg nem jelent. És a mennyek nem öntözték addig a Földet, amíg az ember meg nem jelent. És amikor az ember megjelent, akkor azonnal minden világba hajtott a világban. Meg kell ezt értenünk, hogy honnan, mit akar ez nekünk tanítani. Tehát meg kell tudnunk, hogy a teremtés célja az a teremtőnek a vágyának a beteljesítése volt, hogy előnyt akar az összes teremtménynek, annak érdekében, hogy teljességet vigyen az összes cselekedetbe, megszorította önmagát és elrejtette. Tehát, hogy a jó ne tárjon fel a teremtmény lények számára addig, amíg ki nem érdemli ezt a mennyek érdekében végzett munkájuk alapján. És ezért a formaeltérés miatt, amely a kapni akarás edényében megjelenik a teremtett lényekben, a teremtővel szemben, ezért az ember nem szerezheti meg a teremtés célját, ami jó és az végső öröm megkapása, ameddig a szégyent kell éreznie az eltávolodás és a távolság miatt, ami a teremtőtől elválasztja, és a szégyen kenyerét kell ennie egészen addig, amíg meg nem értjük, hogy el vagyunk választva a teremtőtől. És ez olyan mértékben van így, amennyire a formaeltérés van az ember és a teremtője között, és ez egészen addig tart, amíg az ember a bűn alapján el nem nyeri mindig a halált a két újjászületés között. És hogy ki tudjon az ember ebből a bűnös aspektusból lépni, és át tudjon lépni az embernek a minőségébe, ez az, amire a bölcseink mondták, és Rabbi Simon ben Yohai Rashbi is mondja, hogy ti vagytok az én nyájam, és ti vagytok Ádám, veleteket kell Ádámnak hívnom, és a bálványimádok, azok nincsenek Ádámnak nevezve, és el kell magyarázni, hogy mi a fontossága az Ádám minőségnek. A világ nemzetei nem nevezhetnek Ádámnak, ahogy ezt a bölcseink mondják, hogy az Istent kell félnie, és az ő parancsolatait, és akkor mindannyian emberekké váltok. Mit jelent ez? Rabbi Elazar elmondja nekünk, hogy az egész világ kizárólag ezért lett megteremtve. Azaz, az, aki eljut az Isten félelemig, ezt nevezhetjük Ádámnak. Az, aki nem jut el az Isten félelméhez, ami azt jelenti, hogy állat és bestia maradt, és nem ember. És akkor kiderül, hogy mielőtt az ember kiérdemelné, hogy Isten félelme megjelenjen a szívében, azaz, hogy mindent a mennyek érdekében tudjon tenni, nem tekinthető az ember szintjének, hanem sokkal inkább a bestia szintjének tekinthető minőségileg, azaz minden, amit cselekszik, az kizárólag a saját önző céljait szolgálja, azaz bestiaként éli ezt meg. Tehát az a kapni akarás felett mindig valamilyen előnyre törekszik az ember, ezért, bár a teremtő részéről jó és jóságos bőség van kijelölve az ember számára, azonban a két létező, az az ember és a teremtő közötti formaeltérés miatt nem lesz képes Ádám minőségét megszerezni, és ezért ezt a bőséget sem képes megszerezni. Ezért, ahogy mondva van, az ember vadszamárcsikónak született, és ebből következik, hogy őt a megszorításon kell keresztül vinni az elrejtésem, és nem tárulhat fel a számára a fény. Ebből kifolyólag az összes öröm, amely el van rejtve a teremtés céljában, még hogyha is a teremtőből is származik mindez, ahhoz, hogy az alsó el tudja fogadni, és ne elrejtett legyen a számára, azaz, hogy ne lát, az meg kell változtatni a minőségét egészen addig,
amíg egy kicsi illumináció kivételével, ami a szentségből árad a bestiára, fel nem töri a saját szívén lévő kagylóhéján, és az egész világot érdemei szerint nem kezdi irányítani. És ezt mondjuk már nem magyaráztuk, hogy mit beszél, miért mondja a Szent Zohár abban a versben, hogy a bűnösök uralják a világot, egészen addig, amíg a Teremtő létre nem hozta a világot, minden erőt olyan oda helyezett, ahol lennie kell, és mindent elrendezett a Földön, azonban ezek nem hajtottak gyümölcsöt a világban egészen addig, amíg az ember meg nem lett teremtve, hogy ezt az elején olvastuk. És el kell magyaráznunk, hogy ha bár a Teremtő oldaláról minden meg lett teremtve, minden megszorítás alatt volt és elrejtés alatt, azaz senki nem volt, aki élvezhette volna ezeknek a gyümölcsét, mert az elrejtés az megállított mindent, és nem lehetett látni a jót és az örömet a világban, amely a Teremtő belehelyezett. Egészen addig, amíg az igaz ember meg nem lett teremtve, addig a világ érdemtelen maradt, és miután az ember elérte Ádámnak a szintjét, azaz elérte az Isten félelem érzését a szívében, azaz minden, amit cselekedett, azt a mennyek érdekében tudta cselekedni, akkor a megszorítás el lett távolítva az emberről, és akkor láthatta a világ összes gyümölcsét, amelyeket addig nem látott, azaz nem látott azelőtt, mielőtt Ádám már nem vált. Ez, amiről mondva van, hogy látszólag, mintha a mennyek nem adnának erőt a Földnek addig, amíg az ember nem jelenik meg. Ami azt jelenti, hogy mielőtt mi kiemeljük Ádámnak a minőségét, az ember képtelen állandó hitben lenni, és nem tud hinni azokban a földekben, azon az erőben, amely a Földnek lett megadva, amelyek a teremtett lények irányába hatolnak le a szent magassági szintekről, és később, amikor az ember kiérdemli Ádámnak az aspektusát és szintjét, akkor látni fogja, hogy minden, ami a világban van, amit az alsó érzékelhet, az mind a mennyekből érkezik, és akkor az ember nem tud ezekben hinni egész addig, amíg el nem éri Ádámnak a szintjét. És ez tekinthető úgy, hogy Ádámnak a szintje elérése kerül, minden feltárul a világban, azaz minden, ami megújul a világban, az erőteljesen újul meg, csak előtte nem lehet látni. És ez az, amiről mondva van, hogy a mennyek megállítják, és nem öntözik tovább a Földet, ameddig nincs Ádám a Földön. Azaz, mielőtt meg nem jelent Ádámnak a minőség, és az nem tárul fel a Földön, azaz minden alkalommal a Teremtőhöz nem imádkoznak, mégsem kapnak fölülről választ, azaz a mennyek megállnak, és nem öntözik a Földet. Azaz nem kapnak meg semmit az imára válaszul felülről, és az oka mindennek, hogy nem látják, hogyha ők választ kaptak volna, annak egyetlen oka van, hogy még nem érték el Ádámnak, az igaz embernek a szintjét. Ezért minden elrejtésben van az ő számukra, és hinniük kell abban, hogy a Teremtő valóban minden szájról való imát elfogad, mégis később, amikor az ember feltárja az Ádám szintjét, addig az rossz szellem uralkodik a Földön, azaz minden, ami elrejtésben volt, az feltárul, és abban a pillanatban, amikor az ember minősége megjelenik, minden más is megjelenik vele együtt, azaz a jó és az öröm, amely a teremtés végső céljaként el lett helyezve a világban, az mind feltárul, és ezért az embernek figyelnie kell, hogy ne rohanjon el a rossztól, mert a Teremtő nem azt jelenti, hogy a Teremtő nem akar segíteni neki, hanem az embernek nagyon sokszor neki kell futnia annak, hogy a Teremtőtől kérni tudjon segítséget, és az ember hiheti azt, hogy a Teremtő egyáltalán nem foglalkozik vele, mégis, bár az ember imádkozik, vagy nem imádkozik, ez ugyanazt az eredményt hozza mindenféle változás nélkül, azaz nem tud az ember addig látni, az ember nem lát semmilyen segítséget az üres edényei kivételével, amelyben képtelen bármit érzékelni a Teremtődől, ami meg nem teszem, de a Teremtő elérte a számára. Tehát az ember önmaga nevében nincsen ereje tenni semmit, mivel van egy szabály,
hogy ott, ahol az ember nem lát semmilyen előrehaladást, az ember nem tud erőfeszítést tenni. Ezért az embernek nincs jobb tanács, amit az embernek adhatjuk, mint az, hogy higgyen a bölcsek szavában, akik azt mondták a számunkra, hogy hinnünk kell a teremtőben, és hogy ez a munkának a rendje és a sorrendje, hogy az ember nem láthatja, bármit is tegyen a végeredmény, csak hinnie kell, hogy az elrejtés az ő javát szolgálja, és ez viszi őt el oda, hogy kiérdemelhesse a teremtővel való összeolvadást, hogyha képes túllépni mindazon, ami most az ő érdekében megszorításként tett rátéve, és a teremtő valóban minden egyes szájról meghallja az imát, és hogy az Úr megváltása, az egy szempillantás alatt megtörténhet, azaz, mikor minden szikra összeadódik, az összes ember ki lesz válogatva, és mindegyik beléphet a szentségbe, akkor segítséget fog kapni azonnal és egyszerre. És amikor az ember önmagát az ürességben érzékeli, azaz ő azt érzi, hogy sem a Tóra, sem a parancsolatok, sem jó cselekedet nem alkalmazható a számra, mit tud tenni, és az embernek kérni kell a Teremtőt, hogy a Teremtő ragyogjon felette, tehát hogy képes legyen a Teremtő felsőbbrendűségét értelem felett megragadni, azaz, még hogyha nem is érdemelte ki az ember, hogy érezze a felsőbbrendűséget és a Teremtő erejét, tehát még nem érdemelte ki Ádámnak a szintjét, szükségszerűen megszorítást alkalmaz a Teremtő felett, és ahogy mondva van, nem emelkedettek föl az én magasságomhoz, mégis kérheti a Teremtőt, hogy adja meg neki az erőt, hogy megkapja a fontosságát és a nagyszerűsége érke az érzését a Teremtőtől, a Teremtő felé, az értelem felett, azaz, ahogy az Bálhat Szólam mondja, és a bölcseink is írják, még akkor is, amikor üres módon kitöltöd a parancsolatokat, örömet okozol a Teremtőnek, azaz, amikor a citromot és a gránátalmát értelem feletti hitben neveled, akkor bár üres vagy, de beteltöd az összes parancsolatot, abban a mértékben, amelyben beteltöd a parancsolatot, azaz fölémelked az értelmednek, és végrehajtod magad, ezt hívják úgy, hogy aláveted magad a magasságnak. És ugyan az ürességben vagy, mégis pontosan ezáltal itt érezheted azt, hogy üres vagy a Tórából és a parancsolatokban és a jó cselekedetekben, és ez elvisz téged abban az időben, amikor az ember megérte, hogy milyen munkát kell végeznie a mennyek érdekében, a saját érdeke elkerülése mellett, azaz, bármint az ember tesz, látnia kell, hogy az semmi másért nem kell tennie, mint hogy örömet okozzon a Teremtőnek, és mégis annak ellenére, hogy látszólag magának semmilyen jutalmat nem remélhet, a maga érdekében végzi mindent. Tehát, még ha üres is mindentől, ez a fajta üres terület, ez kitölthető a gránátalma levével, tehát hogyha az ember az értelemfeletti hitbe emelkedik, amely a Teremtőnek való alávetettséget jelent. Itt kérheti az ember a Teremtőtől segítséget, hogy adja meg az erőt ahhoz, hogy hihessen a Teremtő nagyszerűségében, az értelemfeletti hit állapotában. Az a tény, hogy az ember aláveti magát a Teremtőnek, ez nem jelenti azt automatikusan, hogy az ember azt mondja, hogy a Teremtő nagyszerűségét megkaphatja az ember, és ezáltal tud még dolgozni. Mégis, amikor a Teremtő בזה הוא ממלא את מקום הריקנות שבה הוא נמצא עתה. נמצא שלולי הריקנות, היינו שלולי אם הוא היה עובד בדרך להגיע לדבקות, היינו בהשתוות הנקרא באלמנת או פורמה ידי של תרמתובל, אבל את עוד הקודה שם מבזונק, és hogyha a nagy közönséggel dolgozunk,
akkor azok az emberek, akik nem önmagukat akarják kitölteni, azok nem üresek maradnak olyan, de mégis betöltik a parancsolatokat, és pontosan azok, akik képesek az adakozás minőségével együttműködni, és érzik ezt a fajta ürességet, akkor megértik, hogy nekik szükség van a Teremtő nagyszerűségére, és hogy kitöltsék ezt az ürességet pontosan azáltal, hogy alávetik magukat a Teremtőnek, és ezt nevezzük úgy, hogy ők kitöltötték a parancsolatokat teljes mértékben, úgy, hogy kérik a Teremtőtől, hogy emeljék az erőt, és fölé tudjanak emelkedni az értelem feletti hitnek. Ezt nevezik úgy, hogy alávetettség, azaz ők kérnek, és a Teremtő megadja nekik az erőt, amely az értelem fölé emeli őket, és ilyen módon megadja nekik a nagyszerűség érzését a Teremtő vetett hitben. Azaz nem a Teremtő nem adja nekik az erőt, hogy elérjék ezt a szintet, hanem nekik kell alávetni magukat, mint feltétel, és ez egy feltétel ahhoz, hogy elérjék a Teremtő nagyszerűségének az érzését, és abban a mértékben, amilyen mértékben ezt meg tudják tenni, találják meg az üresség területét, ahol a parancsolatok kitöltése által, azáltal, hogy betöltötték ezt, érik el azt a területet, ahol a Teremtő segítséget tud neki nyújtani. Idáig olvassuk, Rav. Tehát akkor mi van összükségünk a parancsolatokra? Tehát azért, hogy kitöltsétek magatokat a Teremtő nagyszerűségének az érzésével. Ezért kell a parancsolat. Itt azt írja Rabas. Na akkor az első kérdés, nyilván valósopolunk. Tehát még egyszer, miért van szükségünk a parancsolatokra? Azért, és milyen parancsolatok van szükségünk? Az érezzük a Teremtőnek a nagyszerűségét. A parancsolatok, nyilván ezeket feladatok is egyben, amelyen magunkat kényszerítjük, amelyeket magunkat kényszerítünk, és amelyeken keresztül, hogy áldást kapjunk, és a tisztító fény magunkat tudjunk vonni általuk. Mert most nem fordítják. Tehát a Teremtő nagyszerűségét kell elérnünk ezáltal. És az adakozásnak az érzését. Ez az alapja mindannak, a színnek, amit szeretnénk megkapni és elérni. A parancsolatot magunk között kell végrehajtani, tehát nyilván nekünk magunkra kell vonni a fényt ezáltal. Tehát, hogy összekapcsolódunk, Ádámként fejezzük ki magunkat, tehát képesek vagyunk fölemelkedni a bestia szintjének a parancsolatok által. Ez Istenféle megjelenésének az alapjel. Tehát nekünk szükségünk van valamire, hogy kitöltsük a hiányunkat, és ezért valóban a cél nagyszerűségének azért sem szükségünk. Rav. Tehát hogyan segít a csoportban való munkánk ebben? Tehát az egységnek az érzését, ha mindenki meg kell megérteni, mit segít nekünk a Teremtő nagyszerűségnek az elérésében? Tehát a Teremtő nagyszerűségének az érzése, ez ami nincs nekünk, ez a következő szintünk tulajdonképpen. Tehát nyilvánvalóan nekünk ki kell lépni önmagunkból. A csoport az egy hatalmas támogató erő, amelyet átad nekünk,
és amelyben képesek vagyunk bármit elvégezni. Az, hogy mi összekapcsolódunk, hogy elérjük a teremtő nagyszerűségét, hogy megpróbáljunk integrálódni, hogy a barátok nagyszerűek, hogy valóban egyetlen vágyban tudunk velük összefolyni, ez visz bennünket el egyfajta objektíválódásba, ami segít nekünk a teremtő nagyszerűségének a meghaladásában. Tehát ez egy olyan hely, ahol valóban erőfeszítéseket kell tennünk a kapcsolatra, hogy bele legyünk foglaltatva ebbe az érzésbe, és hogy érezzük, hogy mi a vágynak a korrekt, mi a közös vágy, tehát hogy honnan jön a reformáló fény, és ez az erő, amit nagyszerűségnek nevezzük, a teremtő nagyszerűségének, az adakozás minősége nagyszerűségének, a teremtőkor alávetettségnek. Nyilván itt nekünk erőfeszítéseket kell tennünk ehhez, és ez adja meg nekünk a fontosság érzését. Így van, tehát a teremtő az ugyanaz az erő, ami összekapcsol bennünket, tehát egyetlen erőről van itt szó, amit annak érdekében használjuk, hogy elérjük ezt az állapotot. Ez egy feltétel az integrációnak, a lenullázódásnak és az egyéb dolgoknak a feladata, és ezek feltételek, amelyek biztosítják a teremtő feltárulását. A teremtő nagyszerűsége, ez az, amit nekünk tennünk kell a tízes körben, tehát, hogy mindenki megkapja az erőt, ami ragyog felett, hogy felfedezzük ezt a minőséget, amikor lenullázódunk a mások felé, tehát ez az, ami megadja a befejezést nekünk, hogy felfedezzük az egységnek az erejét. Ebben a munkában tudjuk elérni azt, amit formaegyezésen nevezünk, a lenullázódásnak az erejével, ami fontosságot ad nekünk, hogy a másokra is tudunk gondolni, tehát itt tudunk eljutni ahhoz a ponthoz, hogy a fény ragyogjon rajtunk, és feltárjon egy új minőséget, amely a szeretet és az adakozás minősége. Így van, tehát ez a befoglalatottság, amikor valóban különböző módon próbáljuk elérni a célt, egyetlen lélek van, amivel össze vagyunk folyva. Tehát mi ebben az irányba, az egységnek ebben az irányába kell, hogy mozogjunk, ebbe a befogadottságba, hogy valóban elérünk valamit, mert egyébként teljesen lehetetlen a számunkra a teremtő nagyszerűségét érezni, nem így lenne. Rav. Mi a különbség a teremtő nagyszerűsége és a teremtő ismeretek között? Tehát mi a különbség a között, hogy a teremtő nagyszerűségét érezzük, és hogy ismerjük a teremtőt? A teremtő ismerete az a vágyon belül tehető meg, és a teremtő nagyszerűsége pedig még kívül van az edényen. Mondja az egyik srác. A teremtő nagyszerűsége az a fontosság, tehát, hogy nyilván ez a valóság érzékelése még nem függ össze. Tehát ez a közös edény létezésének az elismerése. És a tehát az, hogyha tudjuk a teremtőt, már megismerjük, az valóban a valódi feltárulása. Ez nagy különbség van a kettő között. Itt ez, amikor valóban sóvárgunk a teremtőre, de abban a pillanatban, amikor feltárul ez, akkor is vetjük meg a teremtőt. A teremtő nagyszerűsége egy edény. Tehát még egyszer, a teremtő nagyszerűsége adja meg nekünk az értelemfeletti hídben a munkát, hogy képesek legyünk erőfeszítéseket végezni, és amikor az erőfeszítések megvannak, talán egyetlen pillanat alatt egyé válunk a teremtő, és érezhetjük az ő szeretetét és az ő minőségét, ez egyetlen pillanat alatt megtörténhet. Amit hozzá tudunk tanni ehhez, hogy csak a fény tud korrigálni, tehát a mi számunkra
ובעתיד, בעזרת השם, אנחנו נוכל ממש בתוך כלי מתוקן למשוך אור פנימי. זה לא יהיה ידיעת הבורא לפי ההתקדמות שלנו. ידיעת הבורא זה כוח של... הוא הטלמטוינק המצרישגה. ez egy erő, amely nem kíván tudást, a nagyszerűségnek az érzése nem kíván sem tudást, sem feltárulást. A teremtő nagyszerűségének az érzése, az csak azt kívánja, hogy mi összekapcsoljunk egymással, tehát valóban higgyünk egymásban, tehát pszichológilag eljussunk oda, hogy megjelenjen köztünk az irigység, tehát nyilván a teremtőnek a tudása az pedig valamit más, mert az már azt jelenti, hogy meg is tesszük azokat az erőfeszítéseket, amelyeken keresztül össze tudunk kapcsolódni vele, és a felső erőnek a minősége feltárulhat az edényekben, amely már felette van a formegyezésnek, tehát képesek legyünk elérni a teremtőt. A teremtő tudása az nyilván azt is jelenti, hogy képesek legyünk a felső világon létezésünket valami módon érezni. Nyilvánvalóan a teremtőnek az érzése az valami, amivel nem rendelkezünk. Ez egy absztrakt dolog, tehát nyilvánvalóan az elején nincsen elképzelés, hogy ezt hogy kell megtennünk. Tehát ezért nekünk úgy kell cselekednünk egymással, hogy megérezzük ezeket az erőket, amiket teremtőnek tulajdonítunk, és hogy valóban érezzük a teremtő teljes tudását meg később, Rav. Mi a különbség a teremtő, mi a kapcsolat a teremtő nagyszerűsége és az értelem feletti hit között? Tehát még egyszer, tehát mi a kapcsolat, együtt segítsetek egymásnak a kör közepében kialakítani a választ. Tehát mi a te... Tehát amikor nekünk nincsen elérésünk még, tehát az értelemfeletti állapot adja meg nekünk azt, hogy az elérés érdekében össze tudjunk kapcsolódni, hogy a teremtő nagyszerűségét keresve akarjunk az értelem fölemelkedni, mert nyilvánvalóan először még nem érezzük, hogy fontos ez. Nyilván nekünk ebbe az irányba azért kell dolgoznunk, mert az értelemfeletti hittel elfogadjuk, hogy fontos ebbe az irányba dolgoznunk. És ugye ez két egymással előteljesen összefüggő koncepció. Hogy képesek legyünk motivációt találni az úton való haladásra, a csoport segítségével, hogy megértsük, hogy egyfajta üresség az, ahol elnyerhetünk mindent, a mi edényeink, a mi edényeinkben a teremtőbe vetett hit, illetve az értelem, tehát a teremtő nagyszerűségbe vetett hit és az értelemfeletti hit az ugyanaz. A kettő nagyon nagy mértékben összefügg. Ha az ember valóban kap egy lehetőséget a saját értelme fölé emelkedni, nyilván ez azt jelenti, hogy van valami fontos, és ez nem a mi természetünk egyébként. Nyilván ez nagyon fontos, hogy befolyásoljuk egy más, hogy megkapjuk az erőt ahhoz, hogy valamit fontosnak tartassunk. Nyilván nagyon gyakran megérezzük ezt, de nagyon gyorsan el is tűnik, mert az a fontosságot nem tudjuk megtartani. Az adakozásnak a fontosságát, mert nincs más lehetőségünk, hogy egyetlen lépést is tegyünk, ha nem tartunk valamit fontosnak, ez azért kell,
hogy lépni tudjunk. Ez a két dolog az, ami valóban egymást kiegészíti. Igen, mondja Dodi Haroni, tehát a teremtő nagyszerűsége és az értelmetlenítő összekapcsolódik, ez egy ilyen kapcsolt üzlet. Tehát nyilvánvalóan nekünk fontosságot kell tulajdonítanunk, és fölé kell emelkednünk mindennek. Ez nekünk nekünk nem kell hinnünk semmibe, nekünk fölé kell emelkednünk az értelmfeletti hitnek, és addig kell mennünk, amíg meg nem találjuk egymás között a működését. Nekünk a csoport nagyszerűségét kell látnunk, és csak akkor leszünk képesek az adakozás minőségét elérni. Így van, tehát abban a pillanatban, amikor mi a csoport felé fordulunk, és a csoportot elismerjük a felső színnek, hogy minden, ami rajtunk kívül van, annak fontosságot adunk, a nagyszerűség érzését, és elérjük azt a fontosságot, amikor elérjük az mindenek az elejét, mert az én természetem az nyilván olyan, amilyen, tehát hogyan tudok én nem a saját érdekemben előadni. Tehát ez adja meg nekünk a fontosságot, amely kívül van rajtam, és ez a teremtőnek a minőségét is megadja. A teremtőnek a nagyszerűsége, tehát nem keresek semmilyen választ az értelmemben, hanem állandóan kutatom, Lama ve midata gadlut abore, miért van az, hogy a teremtő nagyszerűségére való vágyás mértékében jelik meg az emberben a hit? Tehát miért? Tehát az, amilyen mértékben erőfeszítést teszek, mert pontos ez az a mi munkánk, ez a gyakorlat. Nyilván ez nem a mi természetünkben van alapvetően. Tehát, hogy גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה, בזה אנחנו מקבלים כוחות לעשות פעולות. תתני מן עוזר זה רפסית שמית, מה קטטטונג, תסילת וצ'רקת את הכתבות שוב כגרה, אותה גם תונת סיר שגן הכי איזה שיר דקי בן. אנחנו מביאים את הכלי שיכול להתגלות בו אחרי זה אור האמונה, כוח ההשפעה. És így jelent meg az adakozásnak az ereje. Nyilván a közöttünk lévő kapcsolatban jelent meg a teremtőben betett hit. És ilyen módon én ragyog fölöttünk a fény, amely a fény, tehát az, amilyen erőfeszítést teszünk a teremtő nagyszerűségnek kérdés érdekében, így jelenik meg a fény. Tehát abban a pillanatban, amikor le tudjuk magunkat nullázni, fokozatosan jelenik meg a kapnakarás felett valami, ami az adakozásnak a minősége és az adakozásnak az ereje is egyben. Ugyanaz a minőség, a hitnek a menősége az, ami, ez egyfajta erő, tehát, hogy másodnak az érdekében csinálok valamit, tehát, hogy képes legyek a teremtő fontosságát megérezni, ez adja meg nekem az erőt, mert különben nem lesz erőm arra, hogy tényleg a teremtő érdekében tudjak valamit, tehát nekem meg kell szereznem a teremtőbe vezet nagyszerűség érzését ahhoz, hogy tudjak tenni valamit érte. A barátoknak a gyülekezetével végzett munka, tehát az, hogy együtt irányulunk a cél nagyszerűségére, a teremtő nagyszerűségére, ez a fajta irány,
והמיקוד הזה הוא בעצם adja meg az új fókuszt, ami fölé tudunk emelkedni a hitbe, és ez a fókusz az, amely a hitnek a szintjét adja meg az értelmfeltétbe, és csak amikor végrehajtjuk a csoport cselekedeteket, amely bennünket a teremtő nagyszerűségére irányoz, így lesz lehetséges megkapni az ajándékot, amely képessé tesz bennünket az értelemfeletti hitbe való emelkedéset. Rav. Mi azt tanuljuk, hogy az összes leereszkedést felülről lefele, ez a resimók alapján történik meg. Tehát a hitlapsutnak, a beöltözésnek és az aviutnak a resimói alapján. Az aviut resimói azok fix állapotok, míg a hitlapsut az a következő állat, tehát dalet, gimel, gimel, bet, stb. Tehát, hogyha alulról felfele emelkedünk, tehát akkor hogyan tudom én elképzelni a hitlapsút resimóját, a beöltözést, mint értelemfeletti hit fontos lépcsőjét. Tehát hogyan tudom elképzelni, hogyan tudok úgy dolgozni, a pillanatnyi állapot, tehát én egy pillanatnyi állapotban vagyok, hogyan kell elképzelni magamat a következő állapotban? Tehát hogyan tudom ezt stabilizálni? Mit kell tennem, mit kell gondolnom? Hogyan kell leírnom a következő állapotomat, hogy kell erre vágynom, hogy ez ne egoista módon történjek. Tehát hogyan kell magamat megformálni, tehát, hogy ez mind az értelemfeletti hitbe vezessen. Tehát egyre jobban Tehát együtt próbáljátok meg ezt akkor megfogalmazni. Tehát nyilván mindenkinek kell éreznie, hogy a válasz hogyan jelenik meg, hogyha összekapcsolódtok. Tehát, hogy hogyan tudok én belefoglaltatva a csoportba lenni? למרות ההתנגדות זה מביא אותי למצב הזה. Tehát, mennyire tudok beleöltözni a barátokba, ez az, ami engem a következő állapotba elvisz. אף פעם לא יכולים לדעת מהו המצב הבא. גם מקובל הכי גדול, אף פעם לא יודע מהי המדרגה הבאה. אנחנו רק... תניב, אני לא יודעת קבלישתק, יש לי איזה תתיק. אנחנו מאמצים. Nyilván az erőfeszítés, ez a kulcs szó. Tehát nyilvánvalóan ezért nagyon fontos, hogy a csoporttal dolgozzak együtt, és hogy a kapcsolat által meg tudjam kapni a fontosságot, megkapjam a vágyódást és a sóvárgást, meg tudjam kapni a vágyat egy új, még ismeretlen szintre, és nyilvánvalóan nekünk a reformáló fényt kell ilyen értelemben elhoznunk, amely csak akkor fog föltárulni a számunkra, hogyha valóban a következő ismeretlen, ma még ismeretlen szintehez akarjuk viszonyítani magunkat. Nyilván egyre nagyobb mértékben kell tehát nekünk
A fényt kell a kölyköszinthez megragadnunk, és nekünk egyszerűen ezt az edényt kell feltárnunk, és olyan cselekedet kell végrehajtanunk a kapcsolatban, hogy valóban a válasz az együtt az összekapcsolásunkban jelenjen meg. Tehát nyilván egyre jobban közelebb kell vinnem magam a csoporthoz, és így kell megsokszoroznom a cselekedeteimet. Ahogy mondtátok, mondja a következő srác, tehát nyilván a pillanatnyi resimó az, ami és pontosan ez az a terület, ahol a munkát el lehet kezdeni végezni. Tehát amikor egyre erőteljesebb kapcsolatban vagyunk, és ki tudunk lépni az elutasításból, a kapcsolat irányába, a szeretet irányába, képesek vagyunk dolgozni az értelmfeti hídben, pontosan azért, és nyilvánvalóan rajtam kívül csak a kollégált csoport létezik, tehát ilyen módon kell felemelni magunkat a következő szintre, és ez mindig a következő állapotra irányul, tehát meg kell változtatnom a valóságérzékelést, az én vizsgálati minőségeinket, ahol az összes hiány, megértés hiánya, tehát ezek mind felül érkezzenek, így érjünk el valamit, hogy rá tudjunk öltözni a teremtővel való kapcsolatra, hogy a megértésre, és hogy valóban képes legyek a teremtő nagyszerűségét tovább, hogy minden a teremtőtől érkezik, és nekem ehhez össze kell kapcsolatom, és csüngenem kell rajtuk. Már a csoportom. Azáltal, hogy inspirációt kapjunk a teremtő nagyszerűségéből, erőfeszítést kell tenni, és amikor ők érzik a nagyszerűséget, ezáltal valóban képesek legyenek. A következő állapot, amikor feltárul a számunkra, ez sötétségnek látszik, gyengeségnek, elutasításnak, és nyilvánvalóan ez az elutasítás és az egyéb problémák, ezek valóban megadják nekünk azt a képességet, hogy túl tudjunk lépni a kapcsolaton, az, hogy mindenféle módon tovább tudjuk lépni, nekünk folyamatosan kell egy vágyat teremtenünk, egy sürgetést a következő állapotra, hogy ez feltárjon a számunkra, egy invertált formában, meg egy kifordított formában, nem magától értető formában, és akkor ez lesz a csoportnak az ereje. Nekünk egy erőteljes kapcsolatot kell kiépíteni két dolog között. Tehát tehát egy teljesen más területre viszed bennünket, Rav. Az elrejtés, a sötétség, a segítség hiánya, ezek azért jönnek, hogy valóban a hithez eljussunk. Az értelem felett, annak az érzékesség felett, hogy amiket érzünk, hogy érezzük a nehézségeket, és hogy valóban el kell jutnunk a hitnek a szintjére, ami azt jelenti, hogy az erőfeszítések szintjére kell felemelkednünk, tehát hogy ne érezzük azt, hogy emelkedünk vagy süllyedünk, hanem mindig a saját állapotomat tudjam ellenőrzés alatt tartani, és a feltárulás idejében is, amikor van erőm, meg érzékelés ennek, hogy mi hogyan működik, ugyanezt az erőt meg tudjam őrizni a zónás idejében is. Tehát, hogy valahogy ragyogja rajtam minden, aminek ragyognia kell. Tehát, hogyha én elérem
ezt a fajta helyzetet, hogy mi az, ami segítség nélkül tart engem, mint a semmi nem ragyogra rajtam, hogy a sötétség idejében, akkor is mégis megtaláljam azt, hogy hogyan tudom kitölteni az érzékes, nem az értelem vetít erejével. De hogyan tudom ezt megtenni? Hogyan tudom ezt megtenni, hogy a sötétség idejében én ki tudjam tölteni, és hogy ne érezzek különbséget az emelkedésben és a süllyedésben. Tehát ez a, mint akkor a váltóáram, egyenáram, tehát az váltóáramnak ugye megfordul a polaritása. Tehát hogyan tudom Tehát, és boldognak kell lennem, mert tudom, hogy most pontosan a zuhanás állapotában használhatom az értelemfeltét erejét. Itt nem mondjam, hogy a sötétség működjön felette, hanem hogy ez a fajta erő segítsen felemelkedni. Tehát, hogy én mégis ki tudjam magam tölteni, hogy valóban képes legyek a teremtőnek az érzését akkor is éreznem, amikor zónásban vagyok, és hogy valójában tudom, hogy nem én teszek, hogy én nem teszek valójában semmit, hanem a sötétség állapotában is a teremtő az, aki cselekszik. Hogyan tudom ezeket az állapotokat kiegyenlíteni? Tehát amikor nem kell a sötétséget éreznem semmilyen módon, hogy tudom ezt az állapotot elérni? Én ezt csak a csoportban tudom megtenni. Így tudom magam kifejezni, de nyilvánvalóan az érzelem csak akkor jelenik meg, amikor én lenullázom magam, amikor képes vagyok befoglalni magam a csoportba, és csak így jelent meg a rendszerre való kapcsolatom, és az erő, hogy képes legyek túllépni minden nehézségen, és hogy valóban eljussak a gyere és láss állapotába, a bore állapotába. Nyilvánvalóan így kell a látásmódomat megváltoztatni, mert az, amit látok, a sötétséget, az egón keresztül látnom. Ki kell töltenem emelkedés és süllyedés mellett is, legyen az jó vagy rossz. Abban a pillanatban, hogyha én képes vagyok ezt megfordítani, és hogy megnézem, mi a fontos a kapcsolatom, a minden köztünk jelenik meg, így tudom kitölteni mindezt, és minden csak annak érdekében kell megtennem, hogy kitöltsem ezeket a dolgokat, és abban a pillanatban, amikor ezt meg tudom tenni, akkor minden feltárul a számomra a cél nagyszerűségével. Nem egyszerű ebben a sötét időben lenni, és kitölteni magunkat, hanem az embernek valóban bele kell foglalni magát a kapcsolatba a barátokkal és a csoporttal, és ez kritikus, mivel ilyen módon kapjuk meg a kötelet, amely a sötétségben is kivontat bennünket, és a fény és a barátok állandóan emlékeztetnek bennünket arra, hogy minden a teremtőtől érkezik, az emelkedés, a süllyedés és minden más a teremtőtől érkezik, és pontosan az órás állapotában tudom, az órás állapotait tudom kiegyenlíteni ezeknek a segítségével. Tehát a teremtőnek köszönhetően feltárul a számunkra az, hogy ezzel közelebb kerülünk, így kezd el felettünk ragyogni az, hogy valóban érezni kezdjük a sötétség állapotában is a teremtőt, ezekben az állapotokban, és hogy valóban kutathatjuk a lehetőséget arra, hogy valamilyen mértékben közelebb kerüljünk a barátokhoz egy belső érzésben, és hogy minél jobban a teremtő felé irányozunk magunkat, annál jobban, annál nagyobb eredményt érhetünk el ennek a segítségével. A teremtő az olyan, mint egy gazella, amely szalad előlünk, és néha vissza-vissza pillant az üldözőjére,
Ezt a képet használják a kabalisták, a mi pedig egy vágyódást kell, hogy érezzünk arra, hogy az is, ami sötétnek tűnik a számunkra, az feltárulás legyen, és pontosan ez legyen az, ami a helyes hozzáállás stabilizálja a felső erőhöz. Tehát nekünk semmi más dolgunk nincs, mint ez. Semmi más nem kell tennünk, mint ezt. Tehát nekünk a befolyást a környezet segítségével kell megtennünk, így teremtünk fontosságot magunk között, és mindezek, mi segítünk egymásnak, tehát mi befolyásoljuk egymást. És valójában ezáltal folyamatosan Akrisénában felgyorsításban lehetünk, és ilyen módon, bár ez még a sötétség is, de mégis, hogy mi a helyes hozzáállás, és mi a helyes hozzáállásnak a stabilizálása, ez egy nagy kérdés. Tehát nyilvánvalóan az állapotnak a feltárulása, ez egy egyedi állapot, ahogy név is mondja, és nekünk állandóan dolgozni kell a csoporttal, be kell fektetni a csoportba, és minden, amit tennünk, tenni tudunk, az egy pillanat kell, hogy legyen, hogy képesek legyünk mindezeket megtennünk. Csak amikor a csoportba befektetünk, így tudjuk elérni a függetlenséget. Tehát ha az én gyerekem beteg, akkor nincs más választásom. Még ha én is beteg vagyok, akkor dolgoznom kell a gyerekért, a gyereknek meg nem kell dolgozni magáért. Tehát minél jobban befektetünk a környezetbe, annál jobban megkapjuk azt az erőt, amivel föl tudjuk fedezni a következő előadási pontunkat. Ami megjelenik most számomra, mint példa, ahogy az apa kell, hogy bánjon a gyermekével, nyilvánvalóan ez nagyon fontos, hogy folyamatosan érezzük, hogy mi történik, és tehát az a pillanatban, amikor mi teszünk valamit a barátokért és az emberiségért, akkor olyan állapotban tudunk kerülni, ami bizonyos szempontból mindegy a számunkra. Tehát a nagy kabalisták leírták, hogy ők hogy léptek át mindenféle állapotokon. Tehát világos kell, hogy legyen a számunkra, hogy milyen fajta keretmunkája van mindennek. Tehát, hogy nekünk hogy kell gondolkodni azon, hogy mit tanunk, ne azon kell gondolkodni, mit tanunk a leckéről. Tehát, hogy bármilyen közöttünk is legyen, értenünk kell, hogy a hogy akik az úton vannak, azok hogyan érhetik el azt az állapotot, ahol túl tudnak lépni mindenféle helyzeten, hogy valóban nekünk szükségünk van a környezetünkre, és a környezet az egyetlen, amelyik és a közvetlenül kapcsolatunk az egyetlen, ami helyes módon visz bennünket előre. Tehát folytatva nekünk folyamatosan a reforma a fény hatás alatt kell lennünk. לגלות את כל פעם מחדש את הנחיצות שבה ואת החשיבות שבה רק בכוח הערבות בינינו שאנחנו הולכים לקראת החיבור תהיה צ'וק אז ערבותנק אז אלה אז עמי בנוגת אלביס הקפצ'ולת איראניה בו בן משטורטניק עד שגיד בנוגת אזן ואז המצבים שמתגלים לנו יש הרפורמה לו פיינן סתם כאיזה חושך hogyan születik meg mindez. Nyilván akkor a sötétség az mindig egy célszerű sötétség, tehát nyilvánvalóan nekünk az árvúton és az egymásért való imádkozáson kívül nincs hiányunk semmiben. Csak az árvútra van szükségünk, és valóban ez kompenzál mindent, és nekünk folyamatosan
באמת נזכור מאיפה המצבים האלה מגיעים, ואז נקבל יחס נכון לאותו חושך. ezek azok a pontok, ahol valóban meg kell kapnunk a helyes hozzáállást a sötétséghez. Rav, mi az a helyes ima, amivel megkaphatjuk az értelmfetti hitet, elérhetjük? Tehát mi az a helyes ima, amin keresztül kérhetjük a hirtelen feltétet? Amikor a másokért akarunk imádkozni, ez egy nagyon fontos feltételem, mondja valaki. Ami megadja nekünk azt az erőt, ahol érezhetjük a célnak a fontosságát. Erre kell irányulni ebben a kérésben. Nyilván a barátokkal való összeolvadásban kell kérnünk együtt a Teremtőt, hogy ragyogjon felettünk, nyissa fel a szemünket, hogy képesek legyünk együtt folytatni az utat. תעשה מאיתנו כלי אחד שבו תוכל לשרות ולקבל ול... hogy egyetlen edény felé tudjunk fordulni, amiben mi a helye, tehát mégis, még egyszer, mi az a helyes ima, amin keresztül megkaphatjuk az értelmfeszítést? Kizárólag akkor történhet meg, amikor mindannyian kilépünk az önaggodalomból, és valóban a mások iránti aggodalomban maradunk, és ilyen módon érjük el a Teremtővel való összeolvadást, a felső erőt, annak érdekében, hogy valóban adakozzunk a Teremtő felé, és hogyha valóban érezzük a belső erőt, akkor ebből vagyunk képesek megkapni az értelmfeletti hitnek az erejét. Tehát, hogy le tudjunk nullázódni a barátok előtt, ez nagyon fontos, hogy valóban a szavak egyébként értelmetlenek, hogy a belső, azt kell kérni, hogy a belső erejét kapjunk meg mindenkinek. תן לחברים את הכוח להיות באמונה למעלה מהדעת, כי בזה... tehát, hogy az értelem feletti hitbe tudjunk kapcsolódni. אנחנו הופכים לכלי שבו אתה יכול לשרות. באמת שיהיה לנו את הכוח לא לברוח ממנו. Hogy a köztünk lévő kapcsolatban tudjunk maradni, hogy hogy valóban képesek legyünk a árvútban lenni és foglalkozni egymással. Tehát amellett a tény mellett, hogy csak is a köztünk lévő kapcsolatban tárulhat föl a felső erő, az adakozásnak az ereje, az értelmfeletti hit ereje, hogy valóban csak a kapcsolat erejével értsük ezt el, menjünk át a lecke következő részére.